Eperjesi József két keréken tett meg 8773 kilométert Nyugat-Európában 105 nap alatt. Az utazó nagy lelkesedéssel számolt be a megtett táv körülményeiről. 2019-ben voltam egy hasonló túrán, akkor terveztem, hogy nyugdíjba megyek, de a munkáltatom kérte, hogy ne menjek, és akkor egy lerövidített túrán vettem részt, ami csak 74 napos volt. Nagy része kimaradt a túráknak, és most jött egy olyan alkalom, hogy egyik barátom, biciklistársam felvetette, hogy az El Camino-t végig kellene járni, és akkor mindjárt jött az ötlet, hogyha elmegyek már Spanyolországig, akkor én már nem jövök haza utána, hanem megjárom azokat a részeket, amit 2019-ben nem tudtam végig biciklizni, és így jött az út, hogy az El Camino-t azt megcsináltuk öten a túratársaimmal, azok a végén hazajöttek autóval, kidobtak az autóból, és akkor Portugálián, Gibraltáron, Spanyolországon, Franciaországon, Belgium, Hollandia, Németország, Csehország, Szlovákián keresztül jöttem haza. 105 napig tartott ez a túra. Hát ez részemről egy nagy szabadidő kikapcsolódás volt, és egy nagyon jó érzés. Mindenhol nagyon barátságosak, kedvesek voltak az emberek velem, állandóan segíteni akartak, mindenhol megállítottak, miben segíthetnek, akkor is, ha nem volt problémám, de ha valami gondom volt, akár biciklivel, akár mivel, akkor is mindig volt segítségem, soha nem kellett segítséget keresnem, mert az ott termett nálam. Az én élménybeszámolom lesz, hát azért kapott az egész nyilvánosságot, mert én 30 éve csinálom ezeket a túrákat, de eddig nem került úgy nyilvánosságra, csak ennél a túra előtt nagyon sokan kérték, hogy útközben küldjek fényképeket, meg egyebeket, és mivel az már nagy gond lett volna, mint 11 néhány embernek minden alkalommal fényképet küldeni, így a gyerekek megtanítottak a Facebookon, hogyan lehet nyilvánosságra tenni, és akkor minden nap írtam egy kis leírást, meg képeket fűztem hozzá, és akkor így elég nagy nyilvánosságot kapott az esemény, és hát így kerültem itt a dombóváriaknak a látószögébe, mivel hogy én dombóvári születésű voltam, és hát még meg nem nősültem, én itt laktam Dombóváron. A távolabbi országokba kevesen jutnak el, ebből adódóan hatalmas érdeklődés övezte Eperjesi József élményekkel teli előadását. A szervezők egy második előadást is fognak rendezni a közeljövőben, melynek keretében a franciaországi útról számol majd be Eperjesi József. A hallgatóságnak lehetősége nyílik a kérdéseik feltevésére, emellett pedig bepillantást kapnak arról, miként szerveznek meg egy nagy volumenű kerékpár túrát.